Üdvözlök mindenkit a csatornámon, én Méreg Attila vagyok. Új nap, új videó, az intro után kezdünk is. Szevasz Máté, üdvözöllek a műsorban, köszi szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Szia Attila, köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek. Te a Budapest Bagelnek vagy a szíve, a lelke, nem olyan rég indultatok. Erről az indulás, hogy 2019 végén, 2020-ban hogy is volt, elmeséled ezt nekünk? 2019. július óta tervezzük gyakorlatilag az indulást, akkor határoztuk el, hogy megcsináljuk ezt a dolgot itt Bécsben. Gyakorlatilag november végére tudtunk megállapodni az üzlethelyiséggel, megtaláltuk a megfelelőt, a szerintünk megfelelőt. Januártól kezdtük el kialakítani a boltot, belső, tehát az interiőr, stb. Áprilisra nagyjából készen álltunk volna egyébként, tehát már egy fix tervünk volt az április 10-ei körülbelül indulásra, de hát ugye egy viszmajor szituáció ugye közbeszólt, és ezt halasztanunk kellett. Június közepén indultunk el, azt láttuk, ott láttuk biztosnak, hogy jó, most már egy kicsit talán megint el lehet kezdeni valamivel vállalkozni, az emberek megint kezdenek kimerészkedni az utcára. Maximális tiszteletem, átérzem, én is 2020-ban indítottam el a világjárókat. Kedves nézők, ne 2020-ban kezdjenek el vállalkozni. Te hogy látod, vagy ti hogy láttátok a csapatta, hogy Bécs minden sarkon van egy kávézó, egy nagyon cuki pékség, hogy volt még, van még létjogosultság egy újabb pékségnek itt Bécsben? Mindig van, és mindig lesz, egészen addig, amíg az ember egy minőségi konstrukciót próbál megvalósítani, szerintem. Konkrétan a kérdésre válaszoljak, szerintem igen, de ez nehézkes. A bécsi tradicionális kávékultúra nagyon-nagyon erős, fiatalok, öregek járnak tradicionálisabbnak is mondható kávézókba, tehát nem az a helyzet, mint például Budapesten, ahol ugye ez a hip jellegű kávézó, ez az új hullámos kávézók, tömege mondhatni, vagy hát egy nagy számban jelenlévő új hullámos kávézók, vagy éppen ugye bagel, shopok nagyobb számban vannak jelen. Bécs ebből a szempontból egy kicsit talán egy-két lépéssel Budapest mögött jár, viszont van létjogosultsága, ugyanúgy, ahogy a pesti szférában megjelent, ez az irányzat itt Bécsben is megjelenik, kezd megjelenni. Specialty kávézók is egyre nagyobb számban vannak jelen, egyre jobb minőségben. Abszolút van létjogosultsága, ahogy az elején említettem, muszáj egy minőséget képviselni, muszáj a minőségre törekedni, másképpen nem fog menni, ez az igazság. És ti ott vagytok Bécs szívébe, a Svédenplacon. Hogy látod, sikerült már megismertetni magatokat a környékbeliekkel, mennyire ismernek kicsit már szélesebb hatósugárban, ezekben milyen sikereitek vannak, hogy látjátok így a piacot? Ugye mi a Svédenplatz Marienbrückének a másik oldalán vagyunk, ugye a Raiffeisen Bank alatt gyakorlatilag ott jobbra. Egyre többen jönnek, egyre jobban megismernek minket. Az elején főleg a helyiekre tudtunk támaszkodni, tehát az nekem egy meglepetés volt, én ezzel nem kalkuláltam az elején, hogy mennyi helyi visszajáró vendégünk lesz. Aki ott lakik egy utcára, ott lakik két utcára, a mellettünk lévő házban, stb. Nagyon sokan jöttek, nagyon sokan mondták, hogy ők itt laknak, örülnek, hogy végre van itt egy ilyen hely. Ugye azt tudni kell, hogy mi a Svédenplatztól, tehát Meki, a kebabos, stb.-től mi tudatosan tartottuk távol magunkat, mi nem szerettünk volna ott egyrészt mellettük, másrészt, hogy mi ott esetleg úgymond ne kerüljünk egy ilyen handicapes szituációba, hogy Meki rengeteg embert bevonz, hogy esetleg ott valaki esetleg átnéz rajtunk, hogy nem érdeklődik irántunk. A mi utcánkban, ahol mi vagyunk, ott mondhatni nagyjából mi vagyunk az egyetlenek, még elég közel vagyunk a csomóponthoz, tehát még elég közel vagyunk az ember tömeghez, talán mondhatom így, viszont kicsit egyedül vagyunk, ami a kínálati oldalt jelenti. Igazából mi úgy kezdtünk el kalkulálni, hogy ugye rengeteg cég van a környéken, ugye nagy cégek is mellettünk, a már említett Raiffeisen, az IBM, stb. Úgy voltunk vele, hogy na, hát ott lesz egy konkrét vevőanyag nekünk, egy keresleti oldal, akiket ki tudunk szolgálni. Most ez egyelőre, hogy a koronavírusnak köszönhetően nincs teljesen meg, nagyjából 50%-os kihasználtsággal működnek az irodák, de akik vannak, azok jönnek rendszeresen, visszajárnak. Már én is kezdek megismerni néhány emberkét onnan. Ezen felül a kiszállítás is egy téma nálunk, amit eredetileg is be akartunk venni a bizniszbe, tehát eredetileg is szerettünk volna kiszállításokkal kalkulálni, de ugye a koronavírus megjelenésének köszönhetően gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy valamilyen szinten rá is kényszerültünk erre. Tehát, hogyha nem akarsz bejönni személyesen a boltba, akkor kiszállítunk neked. Hegy Mohamed jelleggel. Ez a jó hozzáállás. A kiszállításnál meg is maradnék egy pillanatra, hogy ugye én is egy ilyen cégnél dolgozok, meg több gasztrussal beszélek, akik így hezitálnak, nem tudják, hogy belevágjanak, hogy ti hogy látjátok, milyen feedback van a
kiszállítással kapcsolatosan? A kiszállítás az egy necces téma. Nem csak akkor, hogyha pizzát szállítasz ki, de nálunk is. Azt tudni kell, hogy mi a bégeleinkbe relatíve sok anyagot teszünk. Tehát az sok cream cheese, ha omlettes bégelt rendelsz, akkor egy szép nagy adag omlett van benne. Minden egyéb hozzávalóból mi szeretjük megtölteni rendesen a bégelt. Na már most ugye a kiszállítással vállaljuk annak a kockázatát, hogy a bégel esetleg megcsúszva érkezik ki, hidegen érkezik ki, bár a bégel, ugye a legtöbb bégelünk az amúgy is hideg, gyakorlatilag az omlettes bégeleink mondhatók meleg ételnek. Na már most, hogyha valaki omlettes bégelt rendel az interneten, akkor úgy voltunk vele, hogy talán gondol arra, hogy esetleg hidegen érkezik meg, bár nyilván próbáljuk a tőlünk telhetőt megtenni. Ettől függetlenül ez mindig egy rizikó, általunk nem befolyásolható rizikófaktor van ebben, ugye nyilván a kiszállításnak az időtartama. Egyelőre jók a tapasztalatok, jó értékeléseket kaptunk. Mi arra törekszünk, hogy a bégel, amit te megrendelsz tőlünk, az úgy hagyja el a helységet, ahogy te azt az asztalodon szeretnéd látni. Nagyon tetszik ez a hozzáállás, és már pár hónap eltelt a nyitás óta. Ahogy mondtad, felfedeznek a cégek, a kiszállítás is megy, hogy így a jövőt, a közel jövőt, hosszú távú jövőt, hogy látjátok, hogy akartok esetleg majd terjeszkedni, vagy majd másféle akciókkal próbálkoztok, hogy milyen tervek, milyen koncepciók vannak a fejetekben a jövőt illetően? Érdeklődünk az iránt, hogy terjeszkedjünk, nem agresszívan, és nincs is rajtunk semmiféle nyomás. Mind a ketten barátnőmmel megtartottuk a teljes munkaidős állásunkat mellette. Úgymond ezt munka mellett csináljuk, ugye munkatársakat, kollégákat vettünk fel. Tehát nincs rajtunk az a nyomás, hogy most nekünk mindenképpen növekedni kell. A középtávú cél az, hogy az üzlet szépen termelje ki magát. Gyakorlatilag ennyi a célunk. Ugye nyilván egy bizonyos mennyiségi növekedés is szükséges, ezt már majdhogy nem, én úgy mondanám, hogy a kezdetektől fogva valamilyen szinten egy szerencsés szituációban voltunk, az üzlet majdhogy nem a kezdetektől fogva azon a szinten működik, amit mi több hónapra előre prognosztizáltunk. Tehát mi ezt úgy láttuk ezt a helyzetet, hogy elkezdjük az egészet, az elején jönnek vagy nem, valószínűleg inkább nem, és egy pár hónapon belül talán meg lesz ez a napi eladási mennyiség, ami azt megengedi nekünk, hogy egy nullszaldó környékén mozogjunk. Na már most ez jóval hamarabb szerencsére eljött, és ezért nagyon hálásak vagyunk minden vevőnek, meg mindenkinek. Itt azt említeném még meg, hogy a koronavírusnak, ha lehet ilyet mondani, akkor talán volt egy pozitív hozadéka is, ami minket érint, mivel ugye a mi koncepciónk az eléggé nevezzük koronabarátnak. Tehát mi nem egy zsúfolt étterem vagyunk, ahova te bejössz, leülsz, és attól tartasz, hogy már megint leköhögtek, már megint rám nézett a pincér, stb. Nem, bejössz nálunk, ez a contactless payment, tehát hogy fogod a kártyádat, oda tartod, megmondod, hogy mit szeretnél, a munkatárs maszkban és kesztyűben megcsinálja a bégeledet. Gyakorlatilag, ha gasztró élményre vágysz, viszont szeretnéd elkerülni az emberkontaktot, akkor mi szerintem egy egész jó balanszot kínálunk a vevőinknek. Ez látszik is egyébként, elég sokan jönnek, elég sokan partnerek abban, hogy úgymond egy ilyen COVID-biztos kapcsolat legyen az eladó és a vevő között. Tehát ezt sikerült szerencsére megvalósítanunk. Máté, nagyon tetszik a pozitív hozzáállásod, és ilyen jó sikereitek vannak már most, így a döcögős, nehéz kezdés ellenére is. Csak így tovább, és remélem, hogy szépen fogtok fejlődni. Sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm szépen neked is a műsorhoz és a vállalkozáshoz. Köszönöm. Szevasz. Ciao, köszi. Legyetek jók, ha tudtok. Vigyázzatok magatokra, másokra. Az egészség legyen veletek. Sziasztok.